Sziasztok, tisztelettel üdvözlök mindenkit! Ebben a kis videóban 4 fekvőtámasz gyakorlatot fogok nektek bemutatni, amit el tudtok végezni ti is otthon, amivel meg tudjátok dolgozni a vállizmotokat, mellizmotokat, tricepseteket és a bicepset is. Tehát minden fajta fekvőtámasz gyakorlat mind a 4 izomcsoportot dolgoztatja, megdolgozza, de hogyha más dűlés szögben használod őket, akkor az egyik jobban dolgoztatja meg a tricepset, a másik jobban dolgoztatja meg a mellizmot, a harmadik a vállat. Na tehát, én amit nagyon szoktam használni, az egyik a félkezes fekvőtámasz gyakorlat. Tehát lássuk, hogy én hogy szoktam. Tehát, leteszitek ide a lábatokat, megtartjátok valamire, kezeteket ide, így, ezt a lábot kinyújtjátok az egyensúlyért, és ezt a kezeteket ide hátra, és így végzitek a gyakorlatot. Ez az egyik. Ez az egyik legnehezebb. Ez mellizom, váll, a vállat dolgoztatja meg a legjobban, és utána a tricepset. A másik nagyon nehéz fekvőtámasz gyakorlat, ami megdolgoztatja a tricepset, triceps és váll, így, tehát így van a kezed, X-be. Látjátok? Hát ez az egyik legnehezebb fekvőtámasz gyakorlat. Tehát nézzétek meg. Tehát ez triceps váll. Na tehát, most jönnek a másik fajta fekvőtámasz gyakorlatok, amit mindenki szokott használni. Ha széles kézzel nyomod, tehát így, mellizom, felső mell, és triceps. Utána, ha összetett kézzel nyomod, triceps csak, nézzétek. És hogyha megint széttett kézzel nyomod, de ide most nem így teszed a kezed magad mellé, megint tricepsz, az így néz ki. És vál. Tehát. És hogyha akarjátok, hogy a mellizmotoknak az alsó része dolgozódjon meg, akkor a fekvőtámaszt úgy csináljátok, hogy így felálltok, és így nyomjátok valamint. Jó? Na tehát, ezeket a gyakorlatokat el tudjátok végezni otthon. Nem kellenek a gépek, nem kellenek a súlyok, nem kell a bicikli, nem kell a pad, nem kell semmi. Evel meg tudjátok dolgoztatni vállizmot, tricepset és a mellizmotokat. A következő videóban meg fogom mutatni nektek, hogy dolgozzátok meg a bicepseteket gépek nélkül, súlyok nélkül. Iratkozzatok fel, köszönöm, hogy megnéztetek. Kövess mindenhol, köszönöm, hogy követsz mindenhol. Sziasztok!